Szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Magyar Televízió hallgatóit, nézőit egy különleges koncerttel, egy különleges találkozóval, amikor természetesen az ünnep kapja a főszerepet, Karácsonyi Reflexiók, ezt a nevet kapta a mai együttlétünk, és nem véletlenül, hiszen a zene, az irodalom kapja a főszerepet, becsomagolva, jó gondolatokkal együtt. És szeretném is bemutatni azokat a zenészeket, illetve azokat a vendégeket, akik ma este színesíteni fogják ezt a palettát gyönyörű alkotásokkal, és reméljük, hogy önök is nagyon fogják élvezni minden percét, mert ez is egy ajándék így a mai napra, erre a különleges ünnepi karácsonyi kiadásra. Velünk lesz hamarosan Koszorús Krisztina, illetve a zenésztársak közül megemlíteném ifja Boyer Károlyt, Bajusz Gábort, Ila Gábort, Sándor Lászlót és Szász Csabát. És van mellettem egy bűbájos hölgy, akit hamarosan meg is szólaltatunk, ő Ila Bora, és Gyéresi Júlia is közreműködik majd a továbbiakban. Szervusz Bora, köszöntelek szeretettel. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagy. Készülsz a karácsonyra? Fontos ünnep ez neked? Igen, nagyon. Miért jó a családban? Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Mitől különleges ez a nap? Nem is tudom. Maga az, hogy már együtt vagyunk, az nagyon jó. Akkor már olyan jól érzem magamat, és megvan az a karácsonyi hangulat. Mi az, ami még elmaradhatatlan része a karácsonynak, hogyha már így a hangulatot említed, valami finomság, étel, zene? Hát gondolom, ti azért otthon sokat szoktatok zenélni, nem? Igen, nagyon sokat hallgatunk zenét, meg nem is tudom, szoktunk még társasjátékozni is. Ilyenkor. Apa zongorázik, és te énekelsz. Igen. De Bora, ma este is hoztál nekünk két népdalt, rögtön így az elején. Csángó Igen. népdalok. Mit kell Igen. róluk tudni? Mit fogsz énekelni nekünk? Hát az Elindul a Józsefet, és az Egy szép szüzet. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, jó szórakozást kívánunk ma estére, és én akkor át is adom a szót Borának, majd a zenekarnak. Elindul a József, József Máriával, József Máriával, teljes mátkájával. Mikor közelednek nagy magos mennyékhez, a mennyei kapuk nyitatlan megnyíltak. A mennyei ajtók nyitatlan kinyíltak, a mennyei ajtók nyitatlan kinyíltak. A mennyei gyertyák nyújtatlan meggyúltak, a mennyei gyertyák nyújtatlan meggyúltak. Mennyei harangok húzatlan zúdultak, mennyei harangok húzatlan zúdultak. Születésén Jézusnak az angyalok vigadnak, és kedvel énekelnek, dicsőség az Istennek, és kedvel énekelnek, dicsőség az Istennek. A szűz Jézust fogadá, szent szüleje világra, és szűzön megmaradá, és szűzön megmaradá, és szűzön megmaradá, és szűzön megmaradá. Szent angyal mennyből hirdet pásztoroknak örömet, mely illet minden népet, hogy megváltónk született. Mely illet minden népet, hogy megváltónk született. Áldjad üdvözítődet, becsüt nyert kegyelmedet, szenteld annak éltedet, ki úgy kedvel tégedet. Szenteld annak éltedet,
ki úgy kedvel tégedet. Márai Sándor, december. Ez a hónap az ünnep, mintha mindig harangoznának nagyon messze a köd és a hó fátylai mögött. Gyermekkorunkban e hónap első napján árkuspapírra, kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam. Esténként félrebeszéltem, hideg lelős dadogással meséltem Dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi színházat páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon és rosszakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze sejempapírban, angyal hajjal tetézve. Egyáltalán gyermekkoromban mindig világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim fölött. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm, öngyújtó nem kell, fényképezőgép, Victor Hugo összes művei, bőrben, zsebkés, melynek gyönyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már. S ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már beváltani. És még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség, aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült soha, a költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva, ez egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban, nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud.
Kimenik én ajtóm elejébe, föltekintik nagy magos mennyekbe, nyitva letem mennyeknek kapuján, nyitva nyitva letem mennyeknek kapuján, azon belül mennyeknek ajtaján, s azon belül egy kerek asztalán. Thank you.
kis Jézus szüvet. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik. A kis ted Jézuska értünk siránkózik. Hideg szél fújdogál, jaj, a rosszat, a rosszat. Mitől félünk? Mentsen meg, amit várunk, legyen meg, legyen meg. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, sok örömet e házba, boldogságot hazánkba, hazánkba. Boldogságot hazánkba, hazánkba.
karácsonyi reflexiók, egy igen különleges koncertet hallgatunk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, és követhetnek önök majd az Erdélyi Magyar Televízióban. Én azt gondolom, hogy ez egy csodaszép ajándék, és még egyszer szeretném elmondani, hogy kik álmodták meg ezt a csodaszép ajándékot. Itt van mellettem Koszorús Krisztina, aki énekel, és azt hiszem, hogy akkor is megismernék a hangját, hogyha nem állna itt mellettem, úgy, ahogy szerintem Koszikát már nagyon jól ismerik, de velünk van ifja Bolyér Károly, aki gitározik és énekel, Bajusz Gábor az ütős hangszereknél, Ila Gábor billentyűs hangszerek, Sándor László basszusgitár és Szász Csaba a gitárnál, illetve hát vannak itt segédek ma este, akik színesítik ezt a műsort. Koszika, amikor ti ezt megálmodtátok, akkor nyilván ajándékként készült a közönségnek, a hallgatóságnak. Hogyan állt össze ez a kép? Mindig valami újat kapunk tőletek. Tehát, hogy mondhatnánk azt is, hogy népdalok, mondhatnánk azt is, hogy karácsonyi dalok, de nem, minden más átgondolva, feldolgozva, hozzányúlva. Tehát tényleg olyan jó érzés hallgatni. Az az igazság, hogy erről talán Karcsi tudna többet elmondani neked, mert igazából ezt a projektet ő álmodta meg. Én nemrég csöppentem bele, hát mikor azt mondom, hogy nemrég, akkor ez egy olyan 2-3 évet jelent, körülbelül harmadik alkalommal játsszuk ezt így együtt. És hát ő állította össze a dal válogatást is. Ezek szerintem olyan dolog, amiket ő sokszor el szokott muzsikálni, el szokta kántálni az ismerőseit és a barátait ezekkel a dalokkal karácsonykor. És amikor megkeresett, hogy hát vállalnám-e, hogy elénekeljük ezeket a dalokat egy koncert keretén belül Kolozsváron, akkor én gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy igen. És azután már, most már ugye harmadszor vagyunk így, folyton bővülünk, mindig egy kicsit még kerül egy-két ember a projektbe, hogy így érdekesebb legyen számunkra is, és kihívóbb, vagy hogy számunkra kihívásabb. Ez egy szó, nem baj. És hát mindenképpen kihívás, és én úgy érzem, hogy kétszer ugyanúgy nem is játszátok ti el ezeket a dalokat, nem? Biztos lehetsz benne. És ez jó, azt hiszem, miközben hallgattalak, épp egy ismerősöm írt egy üzenetet, hogy milyen jól szól, és hogy milyen nagy ajándék ez, és mondtam, hogy igen, és közben azon is gondolkodtam, hogy tényleg, hogyha már ajándékozni akarunk, akkor ti zenészek nagyon jó helyzetben vagytok, vagy könnyű helyzetben vagytok olyan szempontból, hogy ennél jobb ajándékot adni valakinek, mint sem, hogy együtt énekeltek, vagy együtt zenélhettek, azt hiszem, hogy nincs is. Így az ünnepi időszakban, nem? Meg hát a mindennapokban is természetesen. Hát én mindenképpen úgy gondolom, hogy a zene az egy óriási ajándék. Én nagyon áldottnak érzem magam, hogy gyerekkorom óta részesem, vagy az életem része a zene, és szerintem itt a zenekarból ezt mindenki ugyanúgy elmondhatja magáról. És hát mindenképpen én úgy gondolom, hogy ezekkel a dalokkal most persze karácsonyhoz kötődnek, és persze most a karácsonyban különösen mindenki nagyon szeret ajándékozni, de a zene nem csak ezeknek a daloknak, nem csak ezektől a daloktól ajándék, hanem a zene ajándék, mint olyan, és még ez egy plusz rétege az ajándéknak az, hogy ezeket a karácsonyi dalokat, amiket szinte-szinte, hát nem szeretném azt mondani, hogy elfelejtettünk, de hogy így az lesz belőle, hogy el fogjuk őket felejteni, de nem akkor, hogyha mi tehetünk ennek érdekében, és megpróbáljuk ezeket így élve tartani, ezeket a nótákat. Ha már itt az ünnep javában vagyunk, akkor kíváncsi vagyok, hogy sikerült az idei évre ráhangolódni, volt időd, és fontos neked ez a karácsony? Hát szereted az évezen időszakát? Én nagyon szeretem a karácsonyt. Ez egyik kedvenc időszakom. Sosincs időm rá felkészülni. Van olyan, hogy januárban ünneplem meg, mert akkor van éppen időm rá. Most ez a december is nagyon hajtás volt, szerintem sokunknak. És nem sikerült még így átvennem a karácsonyi hangulatot, de mikor tegnap is a koncert után lehavazott, akkor azt mondtam, hogy na, ez egy lépéssel közelebb. És minden alkalom, amikor eljátsszuk ezeket a dalokat, akkor egy kicsit mindig karácsony van bennem is. Hát nagyon szépen köszönjük ezt az ajándékot, és ez az ajándék továbbra is szólni fog, mégpedig megkérjük Géresi Julikát, hogy csatlakozzon hozzánk, és aztán újra zenét hallgatunk. Várdonyi Géza. Karácsony a Názáreti házban. Jézuska egy napon hazafelé mendegéle az iskolából, de vala a manap téli, hideg, hóval teljes. De a kis Jézuska nem fáza. Subácskája vala ama bárányka bőréből, amelyet a pásztorok ajándékozának születése éjjén, a lábán sarucska, a fején süvegecske. És íme, amint haladna az úton az isteni gyermek, láta egy koldus asszonyt a názáreti hídon. Öreg vala pedig az asszony, és reszkete a fázásban. Megkékült vén kezét ölébe kulcsolva nézte szomorúan. Jézus látá őt, és megállta előtte, és szóla: Asszony néném, miért, hogy itt ülsz a havas kövön? Amaz pedig felelé: Nincs hol megpihennem, mert úgy kerültem én a városba, mint a széltől fút tövis kóró, idegen vagyok itten. És Jézus mondá: Jövel mi hozzánk, a mi hajlékunk meleg. Amaz pedig felelé:
Ó, édes ajkú gyermek, hiszen ha minden ember gyermek volna, bármely házba beléphetnék. És marad a ültön, Jézus pedig elszomorodék, és benyitván a házba találá anyját Máriát az ablaknál ülve, ingecskét foltozván, és Jézus köszönté őt, mondván, dicsőség a mennyben Istennek, s anyjához járulván megcsókolá a kezét. Mária pedig megölelé a gyermekét, és mondá, szerelmes egy fiam, tudod-e, hogy ma van születésed napja? Immár betöltéd 6. évedet, és vetkeztetvén őt csubácskájából tovább beszéle édesen. Mivel szerezzek néked gyermekem örömete napon? Anyácskám, felel Jézus, csak oly örömöt szerez nekem, mely néked is öröm, mert ahol ketten örülnek, az az igaz öröm, és ahol hárman örvendeznek, az a boldog öröm. És Mária felelé, miképpen örvendezhetnénk hárman, avagy nem tudod, hogy atyád Kapernaumban dolgozik? Jézus pedig mondá, a híd kövén az úton egy asszony anyánk fia ül, szólítsd be őt, mert az én hívásomra nem jő. Mária pedig elcsodálkozék, és mondta, mely atyánk fia járna erre? S Jézus felelé, nem tudom nevét, s Mária kérdé, vajon ő mondotta-e, hogy atyánk fia? Nem mondotta, feleli Jézus. Hát akkor honnan tudod, hogy atyánk fia? Jézus behunyál szemét, és csendesen feleli. Érzem. Mária ekkor kendőt borít a fejére, és kiméne az útra, és megtalálá az asszonyt, és szólítá nyájasan. Ki vagy te? S amaz felelé. Koldus vagyok. Kapernaumból tévejettem ide, mert homályos immár szememnek látása. S Mária szóla, jár velem! Az asszony fölkele és követi Máriát, s amikor elérkezének a házhoz, Jézus megnyitá előttük az ajtót, Mária pedig bevezetvén az asszonyt, széket tőn a tűzhely mellé. És mondta, a tüzem elaludt, de a fal még meleg, ülj le! Az asszony szemérmesen letelepedék, és boldog fohászkodással áldja magában az urat. Jézus pedig mondta, anyácskám, a mi atyánk fia talán éhezik is, s Mária felelé. Már adok ennie, és elővevé a kenyerét, és szelvén belőle nyújtá az asszonynak mondván. Nincs egyebem, asszony nénikém, a férjem oda van ácsolni, ilyenkor nem főzünk, s a koldus rebegé. Ó, áldott óra, ó, áldott hajlék! És törne a kenyérből, de a kenyér az ölébe fordula, mert nem bírja vala tartani ujjainak gémberedettsége miatt. Mária azonban fogá a kenyeret, és szeletekre metéli az asztalon. És amíg Mária ebben foglalatoskodik, a gyermek Jézus odahúzódik az asszonyhoz, és áhítatos van nézve reá, két kis tenyerébe fogá a koldus asszony kezét, és húhókálá, legelgeté és lehelgeté, és mind a hárman örvendezének. Kedves álmod, hogy szerezne szülöttjének, Szűz Mária így énekel küsdedének. Én es szépen zengek néked gyöngyvirágom, húny bifényes szemecskédet aranyágom. Én a szépen zengek néked gyöngyvirágom, úgy bifényes szemecskédet aranyágom. Ha lehetne a szívembe, fogadnálak, ha lehetne a lelkembe, bizárnálak. Kábelembe vetnék ágyat gyöngyvirágom, lelkem lenne lakóházad aranyágom. Kábelembe vetnék ágyat gyöngyvirágom, lelkem lenne lakóházad aranyágom. Köszöntlek a pásztorokkal, kis Jézuskám, imádlak az angyalokval, kis fiacskám, én a szépen zengek néked gyöngyvirágom, húnyd bifényes szemecskédet aranyágom. Én a szépen zengek néked gyöngyvirágom, húnyd bifényes szemecskédet aranyágom. Csendes.
A borát hallották, és a csendesét énekeltük együtt. Még maradt egy dalunk, aminek az a címe, hogy Téli ringató. És hát most már, hogyha így beszélek, akkor köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy hallgatnak minket. Engedjék meg, hogy még egyszer bemutassam ezeket a fantasztikus zenészeket, akikkel ma este megoszthattam a színpadot. Bajusz Gábor a doboknál, Sándor Lackó a basszusgitáron, Boér Károly, ifjabb Boér Markó Károly a gitáron, Szász Csaba a másik gitáron, Ila Gábor a zongoránál, és én Koszorús Krisztina Koszika vagyok, és köszönjük szépen a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy minket választottak ma este, és kellemes karácsony! Zilálton ránk, mint zúzmarág, szitálja ránk, megőszült fák, de rá se ráncs, a táj még felpróbálja az új ruháját. Oly jó lesz így, s ha nem majd megszokom a boltosra még, jól ráförmedek, fekete égen aranyszárnyú, repít a péntek, újra otthon leszek, hogy gyermek legyek, igen. Fehér tájon, arany szárnyon, repít a péntek, újra otthon vagyok, és együtt vagyunk, igen.
pillanatra megállt az idő az asztalnál, s remélem lát az is, kit nem lehet, s ha egyet kérhetek, bár soha, soha nem nőnék fel. Fekete égen arany szárnyon repít a péntek, újra otthon leszek, attól gyermek legyek, igen. Fehér tájban arany szárnyon közelek péntek, otthon vagyok, és együtt vagyunk, igen. Nem elég a mindennapok súlya, elkárhozunk, és újra feldápál. Amilyen nagy szavak ezek, olyan kicsik vagyunk, de együtt vagyunk, de együtt vagyunk, igen. Ne törődj, összerakod még leomlott kártya váradat és magadat. Úgy érzed, elföldelt az élet, de én elültettelek, és néha-néha megöntözlek. Ne törődj, összerakod még leomlott kártya váradat és magadat. Úgy érzed, elföldelt az élet, de én elültettelek, és néha-néha megöntözlek. Köszönjük szépen ezt az ünnepi ajándékot ma este itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiótermében. Egy különleges találkozás volt, és nekem sem maradt más hátra, mint megköszönni a zenészeknek, hogy ma este itt voltak velünk, illetve hát Ila Borának és Gyéres Júliának, hogy szebbé tette, még szebbé tette ezt az estét, hogyha lehetett ezt már fokozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma este velünk tartottak. Én kollégáim nevében, mind a rádiós, mind a tévés kollégáim nevében is áldott ünnep szeretnék önöknek kívánni, és remélem, hogy hamarosan újra halljuk egymást. Boldog karácsonyt!